Most a következő filmünk eddig még reálisabb lesz, olyannyira, hogy akció sem lesz benne. Ez még inkább közelít ahhoz, ami a legrosszabb forgatókönyv. Tehát a várható valóság abban esetben, hogyha lezuhan a bomba, és mindennek vége. Hát ez az Út című film, az én szerintem a valaha készült legkiválóbb posztapokaliptikus film. Ilyen nyomasztót én az életemben nem láttam komolyan. Tehát hát ez a könyv az még nyomasztóbb egyébként. Ez megint csak az egyik legsötétebb vízió, ami az emberiség jövőjéről valaha napvilágot látott. Világsztárok minden szerepben, Robert Duvall játsza az öreget, a veteránt, aki a film végén tűnik fel, Guy Pearce, akkor az anya szerepében itt van velünk Charlize Theron, és hát a főszerepben, az apa szerepében Viggo Mortensent látjuk, de itt azt kell tudni, hogy nincs is nevük az embereknek. Igen. Tehát ez túl van azon a korszakon, amikor az embereknek nevük van. Itt nem érdekes, vadak, hogy a bomba vadak hol élnek. Robbant, mikor robbant, ez már sokkal utána játszódik. Legalább 10-15 évvel a világ teljes megsemmisülése után állatok már régen nincsenek, a fák is már mind halottak, és van egy élet, amikor sok fa dől ki egyszerre. Mert rádülnek egymásra a fák, és egymás döntik ki a fák. Igen, mert már a fák halottak, a gyökerek is halottak, és egyetlen szélvihar egy erdőnek egy harmadát el tudja pusztítani, mert már semmi nem fogja a fákat. Rettenetes, tehát ez az emberi nemnek az olyan szintre való lealjasodásáról szól ez a történet, amit mi nem tudunk elképzelni enélkül a film nélkül. Olyan drámai ereje, olyan megrendítő hatása van, hogy én csak azután, hogy megnéztem ezt a filmet, valami fél órával elfogott az okogás. Fél órával azután, hogy már tettem a dolgom, tehát már túl voltam ezen az élményen, és egyszerre így valahogy túlütött bennem a kritikus tömege a drámának, vagy a megrendültségnek, és így elfogott az okogás, és nem bírtam abba hagyni a sírást. Én először a könyvet olvastam, és ahhoz képest a film az egy nagyon kedves, könnyű darab. A könyv olvasása után rögtön konzerveket akartam vásárolni mindenhol. Tehát, mert ugye az éhezés és a kannibalizmusról szóló film ez, egy rémisztő vízió arról, hogy milyen lesz majd, amikor egyszer ide jutunk. Vannak ugye különböző oldalak a neten, hogy hogyan éljünk túl egy nukleáris csapást, és a 25. tétel az, hogy mit tegyünk utána. Hát galambot, esetleg ha találunk tetemet, akkor úgy érdemes enni, hogy a csontok közeli húst nem esszük meg, meg a belső részeket, amik fölhalmozzák a sugárzást, azokat sem esszük meg. Ugyanez igaz a vaddülakra, de hát a vaddül is elfogy 10 év alatt, meg a galamb is elfogy 10 év alatt. Várjunk, itt már nincsenek állatok. Semmi nincsen. Nincsenek csak növények. Igen, növények még egy-kettő akad. De, élő növény? Hát élő növény már nem nagyon. Egyszer találnak egy almafát a filmben. Magokat találnak magtárakban, ezen kívül bevásárlóközpontokban, mondjuk a italautomatában véletlenül beragadt Coca-Cola az egyetlen, amit találnak. De hát szóval semmilyen élelem nincsen, és minden arról szól, hogy hogyan kerüljük el azt, hogy kannibálok legyünk, és próbáljunk élelmet szerezni, miközben folyamatosan megyünk délfelé, azért a címe az úton, vagy út, mert éjszakon egyre hidegebb van. És persze semmi garancia nincs arra, hogy délfelé melegebb van. Semmi. De azért megyünk délfelé, mert ez az illúziónk, vagy ez a reménységünk, hogy mi nekünk délfelé melegebb lesz. Igen. Mi különbözteti meg a jókat a rosszaktól ebben a világban? Kannibalizmus. Semmi más. A rosszak, azok vadásznak egymásra, és megölik, és megeszik egymást. Vagy tárolják a pincében, még turvább esetben tárolják őket a pincében, mint egy aféle koncentrációs táborban, és mert hogy ugye a legjobb tartósítószer mégiscsak az élet. Igen. Tehát az élő állat, ebben a jelen esetben az élő ember, az jól tartósítja a húst. Hát nagyon meredek jelent, amikor bemennek egy házba, és hihetetlen sok kabátot látnak egy halomban, és a kabát nagy érték, mert ugye hideg van, és mindig mindenki fölveszi, és utána a következő szobában egy csomó cipő van, már így gyanakodni kéne, hogy ez egy kanibáltanya, de hát amikor lemennek a pincébe, akkor derül ki, hogy milyen szörnyűség. Atya úr, Isten, az a jelenet, igen, és amit ott lent találnak. Szóval a jókat a rosszaktól itt tulajdonképpen csak az különbözteti meg, hogy a jók azok megőriztek magukban
többet, valamicskével többet, de itt tényleg minimális dolgokról beszélünk, annál, mint hogy életben kell maradni, mint hogy túl kell élni. Tehát valami kultúrmáz még rájuk ragadt. Valamit őrizgetnek magukban azzal kapcsolatban, hogy erkölcs. Tehát, hogy a létük keretrendszere egy kicsit tovább terjed, mint hogy túl kell élnem a másik embert. És ez a jóság. Ez jelenti a jóságot. Tehát szó nincs arról, hogy a jóság azt jelenti, hogy megosztom a másikkal, amim van. Tehát ilyet fel se tételezzetek. Ez nem jóság, ez ebben a világban őrültség lenne. Igen. Hanem a jóság itt pusztán annyit jelent, hogy nem vadászok rád, hogy megegyelek. Igen. Órák 1 óra 17 perckor álltak meg. Egy hosszú fényvillanást láttunk. Aztán több rövid rászkódást éreztünk. Azt hiszem október van. De nem tudom biztosan. Évek óta nem volt naptáram. Minden nap szürkébb, mint az előző. Hideg van, és egyre hidegebb, ahogy a világ lassan meghal. Egy állat sem maradt életben, és a termés is mind oda veszett rég. Hamarosan az összes fa kidől. Az utakon bevásárlókocsitoló menekültek járnak, és fegyveres bandák. Benzint és élelmet keresve. Év múlva tüzek gyúltak a hegygerinceken, és eszelős kántálás hangzott fel. Óvakodj az öldöklés völgyétől, Jeremiás jövendőlései. Emberevésre vetemettek. Ez lett a legnagyobb félelmünk. De főleg az étel miatt aggódom. Mindig az étel miatt. Az étel és a hideg. És a cipőink miatt. Néha régi történeteket mesélek a fiúnak bátorságról és igazságról, habár már nehéz felidézni őket. Csak annyit tudok, hogy a gyerek az én tanúságtételem. És ha nem ő Isten szava, akkor Isten sose szólt. Na ez a hidrogénbomba. Ez a hidrogénbomba utáni világ. Itt nincsen nukleáris sugárzás, csak már minden elpusztult. Körülbelül 15 évvel, vagy 10-15 évvel lehetünk a pusztulás után. Tudjuk jól, hogyha a atomholokauszt történik, a nukleáris sugárzás sokkal, de sokkal tovább fennmarad, mint 15 év. Igen. Tehát ez körülbelül a poszthidrogénbomba világa. Igen, a hidrogénbombának nincs sugárzása ilyen értelemben. Egyébként van neki, de a film ebben nem nagyon foglalkozik. De a könyv sem. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy milyen világ van most. A lényeg az az, hogy egy olyan világot képzeljetek el, amelyben a színek azok már nem léteznek abban minden a formában. Koszos, minden koszos, igen. És ilyen hamu borítja, mert elégtek a városok, és a hamu leesett róla. Igen, és közben olyan mennyiségű hamu van a légkörben, igen. Hogy már abba belehalsz. Tehát konkrétan az elpusztult bolygónak a bolygó anyagának, amely szétszóródott a légkörben, ez a pora, ez a hamva, ez nem száll le év tízezredekig. Tehát több tízezer éven keresztül tart, amíg ez a hamu, ez leszáll a kéregre. Igen. És ennek minden elsötétül nincs növény élet, nincs állat élet. Nincs zöld, mert nincs növény. Nincs kék, mert az ég az nem kék többé, olyan mennyiségű hamu van a légkörben. A tenger sem kék, mert olyan mértékű a
szennyezi, a szennyezettsége magának a tengernek, illetve a légkörnek, amin keresztül látod a tengert, hogy semminek nincs színe. De van színe, tehát a film nem fekete-fehér, tehát nem a Schindler listáját kell elképzelni. Amelyek a gicses fekete-fehérsége csak van. Csak a kis piros kabátka a piros, és minden más fekete-fehér, hanem itt vannak színek, de a színek csak emlékeztetnek önmagukra. A piros csak a pirosnak a benyomását kelti. Tehát látod a gyerek rémülte veszi szivárványt, hogy a vizesésben és négy színek, azok ilyenek. Igen, igen. Tehát egy olyan világot kell elképzelnetek, ami a külsőségeiben, a benyomásotok, vagy a zsigeri élmény szintjén is rettenetesen nyomasztó, perspektívái pedig nincsenek. Mindenki csontsovány, mindenki levetkőzött már magáról minden emberi vagy etikai gátlást, vagy gátat, és a kilátásaid azok gyakorlatilag, tehát önmagában mérgező az élet a bolygón pusztán a hamu miatt. Tehát aki meghal, az vagy éhségben hal meg, vagy tüdőbetegségben hal meg. Tehát a letüdőzött hamutól vért hánynak, vért köpnek az emberek, vért köhögnek fel az emberek, mind. Tehát az emberi élet a Földön is egy permanens haldoklás. Ez a filmnek a cselekménye egy húzamban. És akkor ebben a keretrendszerben történnek a kis jó dolgok, amikor megfürdenek a vízesésben, amikor megtalálják azt az élelem raktárat. Egy bunker, ahol egy ilyen hagyományos atombunker találnak. Egy kis bunker találnak. Ami megmenti őket egy pillanatban. Igen, igen, rengeteg élelemmel. Tehát, hogy egy borzalmas haldoklás keretei közt történnek velük a szívderítő dolgok. Amikor is élnek rajtuk kívül más emberek ebben a világban, csak a legtöbb esetben kannibálok, ez sokszor előkerül, többször találkoznak kannibálokkal, többször éppen megúszák, állandóan az út mellett mennek, és nem az úton, nehogy miért nem belakadjanak ezekbe a kannibálokba, mert az egyetlen megoldás az a többi elfogyasztása és elpusztítása sajnos. Vajon néznek-e ilyen filmeket, akik bombákat készítenek? Nem valószínű. Kérdezi a kedves SMS író. Minden olyan SMS írók, aki bombát készít, jelentkezze. Ne fejezze be azonnal, most hagyja abba, nézze meg a filmet. Melyik filmről beszéltek? Az Út című filmről beszélünk, ami a legkiválóbb posztapokaliptikus film, amit valaha láttam. Az Út a valaha olvasott legjobb könyv, írja nekünk Zsuzsa. Elképesztő, megrázó, kifinomult szikár. Ehhez képest a film kevesebb. A sztori egyébként szerintem a szeretetről, a hitről, a soha meg nem haló reményről szól, és ezek tovább éléséről. Mindenkinek kötelező, írja Zsuzsa. Van benne valami, a sztorit külön keményebbé teszi a stílusa, hogy írva van, nincs benne vesző. És olyan, mintha egy írás tudatlan ember írta volna a szavakat. Talán azért lehet, mert hogy ez a gyereknek a naplója, vagy egyszerűen csak nem illet a vesző az író szerint ehhez a témához. Tehát ez annyira nyers és félelmetes. A film egyébként viszonylag nehezen hozza ezt vissza. Tehát ez a színtelenség ez ide tartozik, de a könyv tényleg annyiban nyomasztóbb, hogy még 100 lapáttal rátesz arra a nyomorúságos éhínségre és morális dilemmára, amiről itt a film kapcsán beszélünk. A kannibalizmusnak a mélysége az azért sokkal szédítőbb. Igen. Ugye ott a szülő megeszi a saját gyerekét, tehát közvetlen azután, hogy megszülte, megeszi a gyerekét. Így van. Ezt már nem merték a filmben bevállalni. Amiről még szót kell ejteni, csak hogy megvédjem a filmet. Hogy ez a Viggo Mortensen. A Zsuzsával szemben kell védeni, senki mással. Vagy hát a könyv árnyékából. A könyv árnyékából kell kikaparni a filmet. Viggo Mortensen, aki a főhőst játsza, az valami olyan elképesztően nagyot játszik, hogy az hihetetlen. Én amikor először láttam ezt a színészt, a Tökéletes gyilkosság című filmben, már akkor is láttam, hogy ebben a csávóban motoszkál valami. Aztán Aragornnál ez kiderült, hogy nem motoszkál benne. Aragornnál elkeseredtem ez ügyben. De itt és most az valami elementáris, hogy mekkorát játszik a Viggo Mortensen. Tökéletesen alakítja valami ezt a hajléktalan szintre lement aggódó apát, aki végig küzdi a gyerekével az utat. Hát, hogy mondjam, tehát itt a katarzis forrása az a férfinek, a főhősnek, akit a Viggo Mortensen játszik, neki a heroizmusa, tehát abból fakad, és ellenállhatatlan. Tehát, hogy így kevés olyan film van, ami nyomasztóbb antiutópia, mint az 1984. De azt gondolom, hogy ez az. Minden nap újabb hazugság. Én pedig lassanként haldoklom. És ez nem hazugság. Próbálom felkészíteni rá, milyen lesz, ha meghalok.
Mikor megláttam a fiút, azt hittem meghaltam is, hogy ő egy angyal. De annak idején nekem is volt egy saját fiam. Nem hittem volna, hogy újra látok még gyereket. Sose hittem, hogy ez megtörténik. Igen, angyal. De számomra Isten. Remélem nem így van. Ha az úton jársz, és veled van az utolsó Isten, abból nem lehet más. Csak egy veszélyes helyzet. Mi lett a fiaddal? Nem tudok beszélni róla. Veled semmiképp nem tudok. Tudom én, hogy eljön. Jön valami ilyesmi. Voltak rá jelek? Bizony, egyesek azt hitték, hogy csalás, de én mindig is hittem benne. Igen. Próbáltál felkészülni? Mit lehet tenni? Még ha tudnád, hogy cselekedni kell, akkor se tudnád, hogy mit. De tegyük fel. Hogy te voltál az utolsó ember, aki él. Honnan tudnád, hogy te vagy az utolsó élő? Hát nem hiszem, hogy tudni lehetne, csak az lennél. Talán az úr tudná. Mit kéne tudnia? Ő mit kéne tudnia? Tudja ő. Ha lenne Isten odafönn, nem fordított volna hátat nekünk. És bárki teremtette az embereket, csöpp emberséget se talált bennük. Sehol. Sehol. Szóval vigyázz. Vigyázz. Nem lennél inkább halott? Nem. Badarság, luxus dolgokra vágyni ilyen vészes időkben. Nem is érdekel, hogy meghal? De érdekel. Ha elfogy az étel, te is másképp gondolod. Mindig. Azt mondod, vigyázzak a rosszakkal. De az öreg nem volt rossz ember. Már nem is tudod, ki az. Egymerű haldoklás, ami ebben a filmben zajlik. És nem is hagy mi számunkra semmi illúziót azzal kapcsolatban a film, hogy a film cselekményét követő 100 éven belül az utolsó ember is eltűnik a bolygóról. Tehát, hogy tulajdonképpen ez az egész cselekmény csak annak érdekében zajlik, ez a versenyfutás csak annak érdekében zajlik, hogy kioltja el a villanyt. Igen. Tehát, hogy itt ténylegesen nincs remény a túlélésre, tehát az ember alkonya ez a film, és nem, tehát azért nagyszerű, mert a rendező nem csillant meg a mi számunkra reménysugarat, hogy esetleg túl lehet élni. Nincs esély a túlélésre. Ugye, amikor már nincsenek élő növények, akkor az állatok napjai meg vannak számlálva, igen, addig fajják egymást, amíg el nem fogynak, utána az utolsó meghal, igen, és viszlát. Igen. Na most, itt az én számomra a húsba vágóbb és a zsigereim legmélyére hatóbb dráma az az, amikor az álmokat mutatja a film. Igen. Hogy a gyereknek annak rémálmai vannak, igen, rendszeresen, igen, az apának viszont meg szép álmai vannak, az apa a múltba vágyódik vissza a felesége mellé, amikor még a háború előtt még voltak színek. Igen. A tengerparton, a autóban piknikeztek. Igen, igen, amikor még voltak perspektívák, amikor még volt jövő. És aztán arról beszél az apa az egyik narrációban, hogy amíg rémálmaid vannak, addig jó. Igen. Mert addig van reményed arra, igen, hogy túlélj. Igen. Amikor elkezdesz szépeket, igen, álmodni, akkor van a baj, az már a haldoklás köre. Igen. Tehát
mert amíg rémálmaid vannak, addig kapaszkodik a tudatod, addig igen. menekül a tudatod a borzalmak igen. elől. Igen. Amikor a szép álmokba menekülsz, akkor kezdesz elengedni. Igen. Akkor akarsz hazamenni. Akkor az már a haldoklás. Olyan megrendítően erős, azt írja a kedves hallgató. A szerző Cormac McCarthy korunk egyik legnagyobb amerikai írója. Minden könyve remek mű, a nem vénnek való vidék, a véres délkörök jelent meg eddig magyarul. Na meg az út, igaz. A film is remek mű, de a könyv az igaz, írja nekünk Zsuzsa. Az anyát, azt ebben a filmben a Charlize Theron játsza, és itt a dilemma az, hogy az anya meg akar halni. A múltba, tehát ez a visszaemlékezésben úgy indulnak el, hogy anya öngyilkos lesz. Hogy az anya meg akar halni, az apa viszont meg nem akar meghalni. Igen, és felindul, de és a dilemma az, hogy az apa hagyja-e, hogy az anya megölje a gyereket azelőtt, hogy megölné saját magát. Összesen két golyójuk van egy revolverbe. És vagy hogy hárma, vagy tehát, hogy vajon ki az, aki meg akarja menteni a gyereket? Az anya menti meg a gyereket azzal, hogy megöli, vagy az apa menti meg a gyereket azzal, hogy megmenti az anyától, nehogy megölje, és elviszi magával délre. Ki az, aki megmenti a gyereket, és ki az önző, mi az önzés, amikor az gyereket életben hagyod, vagy amikor a gyereket megölöd, és magaddal viszed a túlvilágra? Csak ennyi maradt. Már rég meg kellett volna tennem, mikor még több golyónk volt. Nem tudom, miért hallgattam rád. Egyszer majd lecsapnak ránk, és lemészárolnak minket. Megerőszakolnak, és ezt teszik a fiaddal is. És aztán legyilkolnak, és megeznek. Bármibe is kerül, megmondtam. Elég volt. Megmondtam. Hagyd abba! Bármire képes leszek. Bármire. Például mire? Nem is tudom, miért kérdezlek. Az lenne a jó, ha mind a két golyót a fejembe ereszteném, és neked nem maradna semmi. Ezt kéne tennem. Nagyon kérlek, hogy nem mondj ilyeneket. Igazad van. Többé nincs mit mondani. A szülés éjjelén kiszakadt a szívem. Meg kell tennünk. Életben kell maradnunk soha. Nem adhatjuk fel. Nem adhatjuk fel. Nem elég túlélni. Nem érted meg? Az nem elég. Miért nem vihetem magammal? Engedd el! Jól tudod, hogy őt is magammal vinném, ha nem lennél. Bár hallanád magadat. Úgy beszélsz, mint egy őrült. Más családok nem óckodnak tőle. Kötelező megtekinteni az Út című filmet. Nem csak mint posztapokaliptikus filmet, hanem mint egy olyan alkotást, ami a filmvászonra vetülő drámának az egyik legnagyobb darabja valaha. Hát ezt kimerem jelenteni. Na, osztályozzunk, mert hogy reklamálják a kedves hallgatók az SMS falon az osztályzatokat. A Másnap című film volt, amiről először beszéltünk, szerintem az legalább egy 8-as. Én is 8-as adtam rá. A Csapás a múltból című film, hát arra maximum egy 5-öst tudnék adni. Én 6-ost. Aztán az Őrült Max, ami szerintem egy 7-es már, ami az első részt illeti. Én első rész 6-os, második rész 8-as, harmadik rész 7-es. És az Út című film, amire 9-esnél kevesebbet nem szabad adni. Mind a ketten ezt adtunk. Mind a ketten egy 9-est adtunk ennek a filmnek. Hát ez volt a posztapokaliptikus rémálom már, ami a szombat délutánt illeti. Reméljük, hogy ennél közelebb nem kerülünk hozzá. A holnapi nap ugyanúgy lesz hétmesterlövésze, mint ahogyan ma. És 3-tól 5-ig holnap is várunk titeket a rádiókészülékek mellé.
most zenét fogtok hallgatni, legalábbis ha ránk hallgattok, itt a 98.6-os frekvencián, és 22 óra múlva várunk titeket újra. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, Fuchs Pétert és Puzsér Robertet hallottátok. Sziasztok!